először voltál kezdő ebben a naptári évben. Mesélj, milyen volt újra a pályán kezdőként? Igen, ez volt a második meccsem, ugye volt egy hosszabb sérülésem. Sérülés után jöttem vissza, úgyhogy nem volt egyszerű, főleg egy Fradi ellen, de hát kellemesen elfáradtam, úgyhogy elsőre azt mondom, hogy fizikálisan egész jól bírtam. Fel tudtad venni az NB1-es támadókkal az iramot, mint annak idején? Hát ugye ez már más szint, ez a Fradi az NB1-ből is kiemelkedik, tehát ez egy nagyon jó Ferencváros volt, úgyhogy ez a 4-1-es eredmény, azt mondom, hogy ez reális. Elkerülhető gólokat kaptunk, de ha azt mondtam is, hogy ha nincsenek ezek az elkerülhető gólok, akkor lehet, hogy másik gólokat kaptunk volna, tehát abszolút azt mondom, ez a 4-1 ez reális eredmény. Azért elég nagy kedvel játszott, tehát és volt egy-két megindulásod, meg talán az első időben egy ilyen ollózási kísérleted is. Ja, hát igen, próbáltam kiévezni, tehát így az ember pályafutása vége felé az ilyen mérkőzések, ezek már extrák, tehát már mondhatni azt, hogy minden perc ajándék nekem, úgyhogy megpróbáltam kiévezni, amit csak lehet. Igen, említetted, hogy pályafutásod vége felé, 37 éves vagy egyébként, hogy érzed? Mennyi van még benned? Hát már nem sok, körülbelül egy hónap után vége a bajnokságnak. Az a terv, hogy jövőre már edzőként segítem az akadémián a fiatalokat, elvileg ez a terv. Úgyhogy van még hátra 5 mérkőzés, ezt megpróbálom, amit játszok, hogy lehetőséget kapok kiévezni, és utána átállok a másik oldalra. Aztán nem lesz majd egy Lipták és Barátai búcsú mérkőzés? Hát nem hiszem, nem szeretnék ilyen, nem vagyok ez a fajta, úgyhogy majd szép csendben, családi körben esetleg, de nem tervezünk. Hogy állsz egyébként, akkor mondhatod, hogy edzősködés, hogy állsz a papírokkal? Tehát ez a folyamat már elkezdődött? Abszolút, már rég, tehát egy 3-4 éve ezt elkezdtem, megvan az A-licenszem, úgyhogy abszolút ez a cél, ez a terv, ezért is készültem a foci pályafutásom után. Ez a cél, úgyhogy a papírok megvannak szerencsére. És egyébként hogy látod itt a győri helyzetet? Ugye nemrég új tulajdonos lett, mennyire távoli például, hogy visszatérjen az NB1-be? Hát reméljük, hogy nem távoli, tehát ahogy hallani lehetett, elég közel ez a terv, hogy az Eto újra az NB1-ben szerepeljen. Nem egyszerű, sok mindennek kell stimmelnie, de ha már ez a cél, az már nagyon jó. Én szerintem ebbe az irányba is megyünk, úgyhogy abszolút bizakodóak vagyunk. Ha már az akadémián fogsz dolgozni, mit gondolsz azokról a fiatalokról, akik például ma is szerepet kaptak? Milyenek a győri fiatalok? Abszolút, csak pozitívan tudok róluk beszélni. Ugye elég sok fiatal kapnak szerepet nálunk, hál' Istennek, és meg is állják a helyüket. Itt lehet sok mindenkit kiemelni, a Tubolytól kezdve a Vitális, a Farkas Balázs, és sorolhatnám a egyre jobb formában és egyre több tapasztalattal rendelkező fiatalok, úgyhogy szép jövő előtt állnak.